láncot hordunk, mi levelet? Régi kardunk, a magyarok. A topolyai cirkalom táncegyüttes, a Csalóka és az Óbecsei Fokos zenekar, valamint Hajvert Ákos versmondó a Petőfi emlékév jegyében készült alkalmi műsorukat adták elő a Hősök sírjánál. A mai kor emberének is meg kell vívni csatáit a magyar nemzeti értékek fennmaradása érdekében, mondta beszédében Sípos Piroska, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt Topolya Kishegyes körzeti szervezetének elnökhelyettese. Mi, mivel magyarok vagyunk, és egyedül a VMS képvisel bennünket, és a VMS-nek van szoros kapcsolata még Magyarországgal is, és a szerb hatalmi párttal, ezért talán őrájuk kellene szavazni Magyarországon, viszont az, aki nekünk állampolgárságot adott, aki ismét, hogy úgy mondjam, a karjaiba vette az elszakított nemzeteket, a Fideszt támogatni kell szavazatunkkal. Szívünkben szorosan az anyaországhoz kapcsolódunk, és érezzük, hogy mi magyarok mind összetartozunk, emelte ki beszédében Szatmári Adrián Topolya polgármestere. Ugyanúgy, mint 1848 márciusában, most is összetartásra van szükség, ahhoz, hogy folytatni tudjuk azt az ideológiát, azt a politikát, amit mi képviselünk, ez pedig nem más, mint a magyar érdekképviselet. 1848 a legnagyobb üzenete az, hogy mindig törekedni kell a szabadságvágyra, a függetlenségre, és szükség van az összefogásra, hogy a nemzet meg tudjon maradni, mondta Fremond Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltje. Össze kell tartsunk, össze kell fognunk, független attól, hogyha vannak különböző véleményeink is, de egy irányba kell mennünk, és ezt mi határon túli a kisebbségben élők, ezt hatványozottan érezzük. Bízom abban, hogy április 3-án is mindenki megtesz mindent annak érdekében, hogy itt a választások alkalmával Budapesten és Belgrádban is, itt Szerbiában a magyar közösség függetlenül és önállóan tudjon dönteni az elkövetkezendő időszakban is megfelelő súlya legyen, és hogy Budapesten is megmaradjon ez az önállóság a nemzetnek. Szakály József topolyai plébános vezetésével közösen imádkoztak a jelenlevők az elhunytak lelki üdvéért, majd megkoszorúzták a Hősök sírját. Többek között a Szabadkai Magyar Főkonzulátus, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, a Magyar Nemzeti Tanács, a Topolyai Önkormányzat és helyi közösség, valamint civil szervezetek helyezték el a kegyelet virágait a síremléknél.